Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez itt az Embrace Records podcastje. Én Six vagyok, vendégem Ricardo Piedra. Ricsi, szeretettel köszöntelek az Embrace Records stúdiójában. Gyakorlatilag egy ikonnal ülök itt szemben. Jaj, szia, köszönöm szépen. Sziasztok. Ki ne ismerte volna a Draft Dombok felett című szerzeményt. Nekem nagy kedvencem volt, sőt azt kell, hogy mondjam, 20-22 év elteltével is még mindig ugyanazt az érzést váltja ki a zene, mint amit akkor kiváltott. Hát nem ma volt, igen. Hogyan kezdődött a zenei karriered? Hú, egy barátommal egy suliba jártunk, elektroműszerészeknek tanultunk, nem lett belőlünk az. Ellenben neki volt szintetizátora és kezdett zenélgetni, és megmutogatta nekem, mert nekem meg ötleteim voltak. Hát elhatároztuk, hogy hú, ez tök jó, álljunk össze zenekarra. Ekkor indult el a világban a techno a hódító útjára. Acid House, meg ezek a kezdetleges house zenék már voltak, de úgy maga az a techno, ami aztán a nagy médiába is bekerült, a Prodigy, LA Style, nem is tudom, miket említsek még, amik már tényleg fönt voltak a brit top 10-ben. Ezek úgy elindítottak minket, hogy basszus, ez de jó, ez valami forradalom, és nekünk ezt kell csinálni. És gyakorlatilag akkor ebből lett a Postmodern nevű zenekar? Pontosan. Ketten voltunk, igen, és ez lett a Postmodern. Csinálgattunk azzal a kezdetleges szintetizátorral dolgokat, és kazettáról mentek az alapok az élőben, és nagyon keveset játszottunk rá, már ahol volt lehetőség egyáltalán megszólalni élőben, de ez egy kísérletezés volt igazából. Igen, ez a kazettás korszak, hát valaki emlékszik rá, valaki még meg sem született akkor, amikor bizony, a kazetta volt. Tehát az, de volt egy különleges feeling ennek az egész kazettás. Hát ez a mágneses, nem? Szalag. És ennek volt egy szaga, volt, igen, egy, volt egy hangja, egy semmi más nem tudja ugyanazt. És jó volt kézbe venni ezt az egészet, meg kibontani és olvasgatni a borítót. Bizony. Oké, később a CD-vel gyakorlatilag majdnem ugyanez, de a CD egy kicsit az steril. Már, az már digitális volt. Igen, az már ez meg egy ilyen analóg valami. És eljutunk 96-ig, amikor is megalapítottátok a Draft zenekart. Ezt elmeséled, hogy hogy is történt ez az egész? Mert technóból azért átavanzsálni egy gyakorlatilag közönség kedvencé, azért az úgy elég nagy lépés. Nagy lépés, nagyon nagy lépés volt, igen, viszont a zene is nagyon gyors ütemben fejlődött. Ezekből a kezdeti technókból aztán így elkezdett elágazni, lettek a happy révek, hát ha valaki emlékszik még ilyenre, de hát hogyha a Scootert említem, akkor azért ők még most is járják a világot. Ők is akkor indultak el, és kezdődtek a trendzenék, vokális trendzenék, az acid még mindig volt, a techno megint csak így mindig volt. Nagyon fontos, Kecelen dolgoztam akkor fénytechnikusként a Corona Discóban, ami egy olyan áldás volt az életemben, hogy az akkori legnagyobb DJ-ket hozták oda hétről hétre. Tényleg az ikonok mellett állhattam a fénypultban, és hallgathattam élőben a szetteket, és láttam a közönséget, hogy mennyire őrjöngenek. Ez még a Molnár Béla féle BPM-es. Ez még a Molnár Béla féle BPM-es korszak. Mm-hmm. Így van, így van. És volt egy ottani kiskörösi barátom, közel van Kecelhez, akinek megmutattam ezeket a saját dolgaimat, amik még a Postmodern után maradtak vissza ötletszerűen, és akkor azt mondtam, hogy neked meg kell ismerned a Varezt. Na most Varez akkor a Helium együttesnek az alapítója és oszlopos tagja volt, hát bemutatott Vareznak. Na innentől kezdve aztán egészen érdekes történet vette kezdetét. Vareznak berendezett stúdiója volt egy 10. emeleti kispesti lakásban. Csak így kapkodtam a fejemet, hogy úristen, itt ezt meg lehetne csinálni, meg azt meg lehetne csinálni, meg amaszt meg lehetne csinálni. Minden rendelkezésre állt nála, ami igazából kellett egy olyan
valamihez, mint mondjuk a Dombok felett. Vele egyébként még megvan a kapcsolat? Nagyon sokáig nem volt közöttünk kontakt, elsodort egymás mellől minket az élet. Most újra megvan. Akkor esetleg valamilyen újabb szerzemény? Fölvetődött persze, hogy meg nagyon sokan mondják, hogy most, hogy a New Level Empire földolgozta újra a Dombok felettet, hogy ezt nekünk csinálni kéne, és hogy igény lenne rá. Nem tudom, egyébként nem vagyok elzárkózva a dologtól, de ahhoz, hogy ezt összehozzuk újra, ahhoz hát ez egy életvitel volt akkor, tehát én majdhogy nem ott laktam abban a stúdióban, tehát ott aludtunk, Sutit is meg kell említeni, ő is, tehát ő volt a harmadik fiútag, és nagyon sokat kísérletezgettünk, ez nekem egy tanulás volt az egész, hogy ezt újra megcsinálni, ez már nem ugyanaz volna. Nem ugyanaz volna, és tudom, hogy az embereknek a nosztalgia érzés az, ami mondatja velük azt, hogy csináljuk újra, de azt is tudom, hogy... De lehet, hogy nem is csináljátok újra, nem csináljátok egy újat, egy új Dombok felettet akár. Hát ez mindig előjön, hogy egy új Dombok felett, de mi egy új Dombok felett? Tehát, hogyha megcsináljuk retróban valami hasonlót, egy ilyen trendszes vokális dalt, és akkor valakinek az azért nem lesz, mert hát nektek az újdonság ereje volt az igazi. Vagy csinálunk valami teljesen újdonságot, ami ma új, és akkor lesznek olyanok, akik meg azt mondják, hogy ez már nem draft. Szóval ez nehéz lenne. Igazából szerintem a Dombok felettnek a sikere pont az volt, hogy jókor volt, jó helyen, és egy olyan dal született olyan hangszereléssel, ami épp akkor futott be, akkor lett népszerű. Ez nehéz. Azt az időpontot, azt a feelinget, azokat a rezgéseket nem fogjuk tudni most már visszahozni. Ez egész biztos. Magunknak lehet, hogy próbából majd csinálunk valamit, de nem pesszimizmus az, hogyha azt mondom, hogy megcsinálni még egyszer egy Dombok felett kettőt, azt már nem lehet. Hogyan hatott a Dombok felett sikere a zenei karrieretekre? Hát nyilván megismertek minket, és nem csak a közönség, hanem a szakma is. És hát ebben Bareznak volt a legnagyobb érdeme, mert ő volt az, aki technikailag is és zeneileg is egy zseni. Ezért is volt jó, hogy hozzá kerültem, mert tőle bármit meg lehetett tanulni. De hát ezt észrevették aztán mások is, meg kell itt említeni a TNT-t például, aki azt mondta, hogy hú, úgy szól a Dombok felett, mint semmi más, és hogy csináljunk neki hangszerelést az albumra. Úgyhogy megtalált minket így a popszakma elég nagy része olyankor. Ebből a fajta sikerből a jövőben nagyon tudtatok építkezni, akár egyesével is. Igen, pontosan. Hát a mai napig, hogyha valaki fölismer buliban, akkor a draftos Ricsi vagyok, szóval ez még azóta is ez megy. Ez nem zavar téged egyébként? Nem zavar, ellenben nagyon szeretnék egy olyan valamit alkotni újra, ha nem is ugyanezt a sikert, mint ami a Dombok felett volt, mert azért az egy ilyen, tényleg egy a csillagok állásából jött, hogy akkor és ott, és de hogy egy populáris valamit, amit a nagy közönségnek szól, és hát ha azt is mondhatnák, hogy na, ez mondjuk a Ricsi a valamiből.
későbbiekben viszont már a Quasar formációnak a tagja voltál, ami gyakorlatilag nekem ugyanolyan sikeres formáció volt, mint a Draft. Igen, sokaknak viszont nem esik le, hogy a Draft és a Quasarban van átjárás, ilyen cisztérem, mint hogy a Kőteleki Ricsi, a Draftos Ricsi, és akkor a Quasarban is van, akinek én vagyok a Quasaros Ricsi. Szóval Chris Ronson, ugye Chris barátommal mi annak idején, amikor még a Draft előtt ismertük egymást jól a klubokból, mivel fénytechnikáztam én 7 évet vagy 8 évet klubokban folyamatosan hétről hétre, és ő nagyon sokat állt mellettem, mint DJ, nagyon sokat utaztunk együtt klubokba, jó barátok lettünk, és már a Draft előtt egyébként mi próbálkoztunk zenéléssel, de az úgy abban maradt. A Quasar idején talán 2003-2004 volt, amikor megjelent az első, akkor azt a réteget tudtuk megszólítani ezzel, akik a Draftot annak idején úgy szerették, mint klubzenekar, mert később azért ez egy populárisabb dologgá vált. Hogy mondjam, nem pártoltak el tőlünk azok sem, akik az Underground Drafton alatt kedvelték, de a Quasarral úgy éreztem, hogy igazából az az én vonalam. A progresszív, hát ha progresszív house, akkor azért még más volt ez a 2000-es évek elején, de tudtam hozni 100%-ban azt, amit szeretek. A Draftban is igazából, tehát csak amint említettem, hogy nekem az egy tanulási folyamat volt inkább, és pislogtam nagyokat, hogy úristen, ilyeneket lehet technikailag, meg olyanokat lehet technikailag csinálni, és ezt mondjuk tudtam kamatoztatni a Quasarban. De mondjuk a tanulási folyamat az mind a mai napig tart. Hát ez az ember élete végéig tanul, mint a jó pap, ugye? Igen, de most emlékszem, nem is olyan régen, talán a Halász Bástyán volt egy buli, és ott Quasarként léptetek föl talán? Bizony. Úgy volt meghirdetve, hogy Draft is lesz, meg Quasar is lesz, de hát az egész brigádot nem tudtuk oda rakni, Dórival csináltunk volna két dalt, adtunk volna elő két dalt. Dóri pont akkor lebetegedett, ezt nagyon sajnáltuk, nem tudtunk mit csinálni, de hát hogyha nincsen hangja az énekesnőnek, akkor az úgy eléggé ciki. Viszont a Quasarral megoldottuk ezt az egészet, hogy egy ilyen kis nosztalgia érzést hozzunk, egyébként is nosztalgia buliba. Én láttam a videófelvételt, és zseniális volt a hangulat, tényleg. Nagyon. Ez egy nagyon nagy időutazás volt szerintem. Valószínűleg, nekem is, és olyan tagok jelentek meg a közönség soraiban, hogy hú, mondom, mint egy osztálytalálkozó. Igen, 20 éve nem látott emberek, és akkor mi van igen. Itt? Finnországi kitérő. Hú, nekem édesapám egyébként Finnországban élt, és van 4 féltestvérem Finnországban. Már a Quasar után, illetve a Quasar még talán úgy megvolt, de Chris is mást akart csinálni akkor, meg én is szerettem volna valami mást csinálni, és akkor már mostani feleségem, akkori párommal úgy döntöttünk, 30 éves környékén voltunk akkor, hogy ki kéne próbálni az életet valahol máshol. És hogyha nem most, akkor utána már nem. És úgy döntöttünk, hogy akkor legyen Finnország, mert ott azért csak van kötődés, voltak rokonaim. Úgyhogy kiutaztunk. Lett volna ott egy lehetőségem egyébként egy nagyon komoly stúdióban hangmérnökként elhelyezkedni. Azt hittem, hogy van. Oda is mentem, és finneknél van egy olyan, hogyha tanulmányi szerződés, és egy ideig én úgy dolgoztam ott, de nem igazán a hangmérnökösdi dolgot
tudtam csinálni, hanem ez egy nagyon komplex cég. Egyébként zenekaroknak szállít felszereléseket, erősítőktől kezdve a világításon át egész színpadokat. Nightwish-sal például, tehát amikor bementem, egy akkora hangárt képzelje el, ahol a koncertterem körül emeleteken vannak stúdiók, hangstúdiók, videóstúdiók, meg minden, és volt olyan, hogy úgy mentünk be, hogy a Nightwish éppen gyakorolta a szettjét, és programozták föl a világítást, hogy minden stimmeljen. Szóval ez egy ilyen hely volt, viszont nem találtam meg ott azt a hangmérnöki dolgot, amit kerestem, mert olyan emberekkel kellett volna versenyezni, akik Jennifer Lopez-zel dolgoztak meg Britney Spears-el, és hát jó, hogy hát mondtam, hogy Magyarországon én dolgoztam mondjuk a TNT-vel, vagy ez, de ez nem volt akkora, nem nyomott akkora súlyt oda a mérlegre, mint mondjuk egy másik. De mondták, hogy ha hozok zenekart, akkor megkeverhetem, nem mondom, Finnországban most én hogy hozzak zenekart, azt láttam, hogy ebből nekem ott folyamatos munka nem lesz. Hiába szerettem volna, úgyhogy egész commerce dolgot kezdtem el csinálni, árufeltöltőként elmentem dolgozni, hogy megéljünk. De biztonság kedvére azért a Boga nevű zenekart össze is hoztad. Bizony. Tehát a zenekar meg is volt végül. A zenekar meglett, és ez megint egy óriási tapasztalat és egy óriási élmény volt. Az egyik tesóm Dávid, aki gitározott, vele kezdtünk el csinálni dolgokat, és akkor mondtuk, hogy hát egy énekes baromira kéne. És az egyik kollégámat hallottam karaokizni. Mondom, Jari. Mi lenne, hogyha készítenénk együtt saját dolgokat? És vele kezdtünk el. Nem volt egy képzett énekes, viszont egy olyan előadó művész volt, aki ott a szemünk látára bontakozott ki szinte, és nőtt fel a színpadra. Nagy élmény volt egy helyi tehetségkutató rockzenekarokkal, csak ott egyébként, tehát tényleg ez a tesztoszteron szagú, kőkemény, gótikus rock a legnagyobb divat. Volt egy tehetségkutató, ahol 40 zenekar között bejutottunk az első háromba úgy, hogy egy kis drum and bass, egy kis reggae, néha egy kis populáris, néha még house-os dolgok is megszólaltak benne, és ahogy mentünk, ez egy ilyen 20 perces előadást kellett csinálni, tehát ilyen 3-4 dalt adtunk elő a versenyek során, és hát mindenféle húrt megpendítettünk ezek alatt. Ez egy óriási élmény volt, hogy így a rockzenekarok között így bejutottunk így a legjobb háromba. Viszont a zenekar ott is úgy alakult, hogy ennél tovább nem jutottunk. Nem jöttek a média szereplések, amik utána később előre vitték volna a dolgot, és azt láttam, hogy a srácok is belefásultak egy kicsit. 6 év volt ez, vagy 7. De egy olyan 3 albumnyi anyagot így összedobtunk, és nem tartom kizártnak, hogy ezekből a dalokból még elő fogok szedni valaha, valamikor egyet-egyet, hogy valakivel elénekeltessem, illetve hát, ha lesz még valami olyan lehetőség, hogy zenekarosdival, és akkor lehet válogatni ezekből is. Szóval dalok azok vannak a fiókban bőven. Kedves hallgatóink, énekeseket keresünk, köszönjük szépen. Bizony, ú, de jó, jelentkezzetek! Szóló projekted a Ricardo Piedra. Az egyik, igen. Az egyik, igen. Igen. Az inkább a house, progressive house vonalon mozog. Milyen tapasztalatokat szereztél? Így, hogy most akkor egyedül csinálsz gyakorlatilag mindent, a mixingtől, mastertől, kezdve mindent. Ez így van. Hát azt a tapasztalatot is megszereztem, hogy menedzsernek is kell lennie az embernek mindemellett. Nem egyszerű a dolog. Voltak megfogalmazott álmok, hogy milyen kiadóknál szeretnék megjelenni, milyen DJ-ket szeretnék, hogy lejátsszák a dalomat. Igazából mind teljesült, amiket megfogalmaztam. Ez egy tök jó dolog, de mégsem az
tehát lehet, hogy rosszul fogalmaztam meg a vágyaimat, de tehát én még ezt a hiába fut most nagyon túl van az 500. megjelenésen a Ricardo Piedra, így 7-8 éve csinálunk körülbelül, ami baromi nagy számnak tűnik, ez nem azt jelenti, hogy ennyi zene, hanem fölkerülnek válogatásokra, és ez, meg remix albumok, meg stb. Ez így jön össze, ez az 500. De még mindig úgy érzem, hogy ez egy side project. Ez csak egy kiegészítése annak, amit szeretnék igazából. Mi az, amit szeretnél akkor? Én színpadra szeretnék állni, rádióban szeretnék szólni. Aha. Ma már ugye értelmét vesztette szerintem legalábbis, és senki ne kövezzem meg, ma már értelmét vesztette az underground és a mainstream. Gyakorlatilag hatalmas nagy átfedések vannak. Bizony. Szerintem. Igen. El kell azt is ismerni, hogy a mainstream mindig is az undergroundból táplálkozott. Hát ez így van. De most akkor mégis úgy fogalmazd meg a kérdést, hogy mainstream-mé szeretnél válni? Minél több emberhez szeretnék eljutni a zeneimmel. Ez a cél igazából. Ehhez fontos a média, ehhez fontos a színpad, ehhez fontos, hogy élőben is kontaktot teremtsek emberekkel, és bármikor bekapcsolnak egy rádiót, feltűnhetek akár. Ez a cél. A másik projekted a Richard Stonefield. Na, maradjunk az angolnál, igen, mert nemzetközi. De ez egy másik side project, ugye? Ez pszichedelikus chill, pszichill, pszigresszív, igazából pszitrensz lassan, de ezt meg azért szeretem, mert rengeteg zeneiséget visel el. És ezt azért mondom, hogy visel el, mert nem minden stílus viseli el az elektromos zenében a zeneiséget. Tehát egy technóban nem lehetne akkordokat váltogatni olyan szinten például, vagy úgy túlhangszerelni a dolgokat, ami nekem egyébként szerintem a hibám, hogy túlhangszerelek dolgokat. Mindig jön az ötlet, és bele akarom rakni, és most már azért talán tisztulok, hogy kifelé szedegetek dolgokat, hogy nem biztos, hogy kell, nem biztos, hogy kell. De ez is egy folyamat még mindig. Elmondhatjuk azt, hogy a spiritualitás az közel áll hozzád? Hát nagyon. Mindenkihez közel áll, csak nem mindenki veszi észre. Ott a pont, köszönöm szépen. Mesélne nekem a saját kiadódról, mert azért megint csak belefutottunk egy olyanba, hogy az Emblis Records podcastjában gyakorlatilag egy szintén magyar kiadó vesz részt. És ennek nagyon örülök, és köszönöm szépen tényleg, hogy eljöttél. Ó, én köszönöm a meghívást egyébként, még nem mondtam, de tényleg. Dynamic Illusion Dani barátommal nagyon sokat beszélgettünk, nagyon egy hangon, egy húron pendülünk, és neki volt is már egy kiadója egyébként, a Deep Dive Records, és fölmerült, hogy miért ne? Miért ne kezdjünk el kiadót csinálni, hogyha más nem, akkor saját dalainkat tudjuk saját kiadó által megjelentetni, de aztán ebből az lett, hogy találtak meg nemzetközi nagyon klassz producerek is, akikkel úgy kerülök kontaktba leginkább, hogy most per pillanat csak egy havi rádióműsorom van egy spanyol rádióban, de ez volt olyan, hogy havi 3. És ilyenkor mindig így posztolom szépen, és megvan a tracklist, és akkor jönnek a kommentek, hogy úgy köszöni szépen, hogy lejátszottam, ismered biztos a történetet, és ezekből nagyon jó kontaktok alakulnak ki, és hogy megtudták, hogy van kiadó, vagy én szóltam valakiknek, hogy van a kiadó, és nagyon szeretnénk, hogyha ő emelné a színvonalát. Mindenki nyitott volt erre, és tökre örültünk neki, ahogy így elindult az egész, és minket is meglepett, hogy tetszenek a dolgok, amik megjelennek a kezünk alatt. Úgyhogy ez most is így megy, folytatódik, és keresünk magyar tehetségeket is egyébként. Hál' Istennek, hogy vannak. Rengetegen az országban, és ez pedig egy küldetés is, hogy felületet adjunk tényleg a magyar fiataloknak, vagy a feltörekvő producereknek, akik tényleg érdemesek rá. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon köszönöm nagy még élmény, egyszer. Nagyon nagy élmény volt tényleg, tehát így fantasztikus. Sok sikert kívánok egyébként a idézőjeles mainstream szereplésekhez. Köszönöm szépen.
Médiapartnerünk a Hail, a Magyar Független Lemezkiadók Egyesülete és a Trip Visual.